2013 diadalai érmek a hazai felnőtt elbény, illetve három arany korosztályos világversenyeken. Szóval ezek után hatalmas sikerrel indult az új év a magyar karatesport számára. Szegedi Döme 67 kilóban aranyat szerzett a Párizs Openen, ami a sportág első hazai aranya a 2011-ben életre hívott csúcs sorozatban a Karata egy Premier League tornáin. A diadal részletei következnek a BBSC Fighter 19 éves versenyzőjével és sokszoros bajnok edzőjével, Sajó Zoltán, a sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Döme mondhatjuk azt, hogy, hogy ugye az a tavalyi korosztályos VB bronzod a 21 évesek között, szóval megindult valami, meglökte, és úgy tűnik, hogy 2014-ben is folytatódik ez a remek év. Hát igen, mondhatni, nagyon jól kezdtem a 2014-es évet. Hát remélem így is lesz a folytatás, mert ugye februárban jön is már az EB, és onnan is szeretnék éremmel hazajönni. Úgyhogy bízunk benne, hogy folytatódik ez a úgymond sikeres szezon. Milyen erős mezőnyben sikerült győznöd Párizsban? Hát ez a P P Párizs Open ez egy nagyon erős mezőny, mert eljönnek a világ összes pontjáról, tehát nem csak Európából jönnek ide versenyezni, hanem eljönnek Afrikából, Dél-Amerikából, Ázsiából. És ugye a győzelmet talán növeli ez is, hogy a jelenlegi Európa bajnokot is megvertem a Tatami döntőn, úgyhogy egy elég erős mezőnek mondhatjuk ezt a versenyt. Hát pontosan ez, hogy a budapesti ebbi aranyérmesét is legyőzted, ez mint egy előre jelezheti azt is, hogy milyen igényekkel jelentkeztél be a következő kontinens tornára, igaz? Hát igen, úgymond ez egy nagyon jó bizalom növelő, hogy sikerült megvenni megvernem egy felnőtt Európa bajnokot, bár ugye ez nem azt jelenti, hogy most én megvertem, azért én leszek az Európa bajnok, de egy nagyon jó visszajelzés volt, és egy nagyon jó, úgy gondolom, egy beköszöntés úgymond a felnőtt mezőnybe. Hát igen, Zoli, nézzük azt, hogy most nagyon rózsaszín a jövő, nem? Hát ezen a versenyen is meggyőzően magabiztosan hat ellenfélen átszaladt. Nagyon rózsaszín? Meglátjuk igazából az eltervezett dolog, ahogy elkezdtük, az ugye jó volt lépésről lépésre. Aztán mi meglátjuk, hogy mi lesz a következő az eb -n. Ugye hát messze a nem lehet levonni. De most például a Párizs open azért nem volt előzetesen ez a teher dömen nyakába igaz? Igazából nem. nem. azért mentünk csak, hogy megnézzük, hogy hogy megy mozduljunk egyet, egy-két kör, három, aztán meglátjuk, hogy mi lett. Hát igazából annyira jól sikerült, hogy, hogy döntőztünk. Mármint, hogy bele akartatok kóstolni ebbe, a, ebbe az elég komoly sorozatba, igaz? Igen, igen. Nyáron És... voltunk Katarban egy meghívásos versenyen. Igazából ott is csak azért mentünk, ez a VB előtt volt, hogy megnézzük, hogy hogyan fog menni a felnőtt mezőny, hogy lesz az U21. Ott két kört ment, hát itt ugye sokkal jobban sikerült, hála Istenit, úgyhogy így győztünk. Ez persze nyilván pénzkérdése is, de mennyire van a fejetekbe tervbe, hogyha mondjuk az anyagi lehetőségek adottak, hogy ebben a Premier League sorozatban többet ott lenni, bekapcsolódni? Hát, hogyha az anyagi a akkor mindenféleképpen szeretnénk minél több ilyen Karate egyes versenyen részt venni, ugyanis itt lehet megmérettetni a jó versenyzőkkel magadat, és ugye itt lehet a legtöbb tapasztalatot összeszedni, és a sokkal jobb, hogyha egy ilyen versenyen például már küzdesz egy el, egy olyan ellenféllel, aki sokkal rutinosabb, és nem az, az LB és a VB-n kell először vele, vele, úgymond megküzdened. Na hát ezek a bizonyos anyagiak. Nagyon-nagyon öh, nehéz, igen, sajnálatos módon a sportágunk nem a legtámogatottabb sportágak között van. De hát ugye bízunk abban, hogy a, a szövetség, az elnök úr a megígért pénzeket oda tudja adni most az újonnan megválasztott válogatott edzőnek és akkor evvel tudunk előrébb haladni, illetve 2015 ugye a európai játékokra tudunk kvalifikálni. Hát igen úgy tűnik, hogy a sportek fejlesztési stratégia erre az európai játékokra koncentrál. Igaz? Igen, Ez igen. jó. Mindenféleképpen jó. Ugye itt van most egy Európa bajnokság, van májusban egy világbajnokságunk, illetve a következő évben, tehát 2015 elején pedig van egy Európa bajnokság, ami kvalifikáció Verseny lesz a európai játékokra. De ugye a 15 olimpiai sportág mellett van ott a karate 16-ként az európai játékokon Bakuban. Tehát pénz nélkül pedig ugye nem megy, úgyhogy várjuk sorsunk jobbra fordulását anyagilag. Hogy Na, hát, így, ő... hát így legyen. Maradjunk még az idei programnál, EB és VB. Ha figyeled és figyeljük a test stílusodat, ahogyan, ahogyan harcolsz, akkor akkor abban mondjuk 2014-ben mit szeretnél, ha nem változtatni, csiszolni? Hát mindenféleképpen ugye minden évben ugye a technikákat még bármilyen szinten ugye lehet, lehet csiszolgatni, akkor ugye különböző taktikai elemeket ugye beletenni a, a küzdelembe, és ezeket ugye kipróbálni először, úgymond nem olyan erős versenyeken, majd ugye ezt megpróbálni ugye ezeket az új taktikai elemeket az erősebb versenyeken is ő, végrehajtani. Egy jó EB szereplés mondjuk érem, az mennyit ér egy világbajnokságon? Hát a Európa bajnokságról ugye általában a legnehezebb érmet szerezni, ugye nagyon sok ország van, illetve nagyon-nagyon sok jó versenyző van illetve az, hogy nagyon sok ország, nagy országok nagyon sok pénzt tesznek a sportba bele, tehát gyakorlatilag profi sportolókkal kell bunyóznunk, akik fizetésért, illetve a legjobb körülmények között tudnak készülni. Nekünk, aki ugye az anyagi helyzetünk ugye nem a legrózsásabb. És hát érmet hozni ebéről nagyon-nagyon komoly dolog. Itt van nálad referencia sorrend, EBVB? Úgy, uh, igen, van persze. Tehát én úgy gondolom, hogy egy világbajnokságot azért megnyerni, azért egy, úgymond egy valamivel, ha nem is sokkal, azért egy nagyobb dolog, mint egy Európa bajnokságot. Na és ez a bizonyos pénz dolog, akkor azt jelenti, hogy neked keményen kell edzeni, és akkor mellette meg tanulni, igaz? Igen. Ezt a kettőt kell összeegyeztetni. Aztán majd meglátod, hogy a súli után, az még azért van még jó pár év, akkor hogyan lehet ezt munka mellett, vagy legalábbis addigra me me mennyi profizmus lehet ebbe belevinni. Hát igen, de bízom, hogy mire oda kerülünk, addigra ugye ez a támogatás is ugye javulni fog. Az a legnagyobb karrier 2024-ben egy olimpiai döntőben nyerni, nem? Hát mindenféleképpen. Na hát annyira ne szaladjunk előre, urok, akkor szólítunk nektek, és majd európa is, és kocsán folytatjuk a beszélgetést. Köszönjük, Köszönjük szépen! Ér,